Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. A délelőtti ige tanulmányunk bevezető gondolatait olvassuk el János evangéliumából. Tehát János evangélium a 17. fejezetéből, abból a fejezetből, amit úgy ismerünk, hogy Jézus Krisztus főpapi imája. Tehát János evangélium a 17. fejezetéből fogunk néhány verset olvasni. Így olvassuk először a 6. verset, majd a 14. verstől folytatólagosan. Tehát a 6. versben ezt olvassuk. Megjelentettem a te nevedet az embereknek, akiket a világból nékem adtál. A tiéid voltak, és nékem adtad azokat. És a te beszédedet megtartották. És a 14-től a 21-ig olvassuk még el. Én a te ígédet nékik adtam, és a világ gyűlölte őket, mivel hogy nem e világból valók, amint hogy én sem e világból vagyok. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem e világból valók, amint hogy én sem e világból vagyok. Szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Amiképpen te küldtél engem e világra, úgy küldtem én is őket e világra. És én ő érettük oda szentelem magamat, hogy ők is megszenteltek ki legyenek az igazságban. De nem csak ő érettük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő beszédükre hisznek majd én bennem. Hogy mindnyájan egyek legyenek, amint te én bennem, atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Ugye nyilvánvaló, hogy Jézus Krisztus ezt az imádságot nem csak a 12-ért mondta el, hiszen olvastuk is az igét, ugye az egyik versben. Ő maga is megemlíti, hogy nem csak ő érettük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő beszédükre majd hinni fognak bennem. Tehát ebben az igében benne vagyunk-e mi is? Én úgy hiszem, hogy igen. Hogyha az ő beszédükre, az apostolok beszédére, annak hitelt adva mi hiszünk Jézus Krisztusban, és mi is az ő tanítványai vagyunk, akkor miértünk is imádkozik. Ezért szükséges átgondolnunk, hogy ténylegesen mit is kért Krisztus, azért is, hogy mi is kérjük-e ezt, és mi is vágyakozunk-e rá, hiszen csak akkor teljesül a mi életünkben. Nyilván Jézus imája mindenképpen teljesülni fog, de mi magunk döntjük azt el, hogy a mi életünkben teljesül-e. Mi az, amivel többször találkozunk ebben az imádságban? Ugye először is a 6. vers végén már megemlíti, hogy ő mi által hívta el a tanítványokat. A tiéid voltak, és nékem adtad azokat, és a te beszédedet megtartották. Ugye úgy olvastuk itt. És a 14. versben én a te igédet nékik adtam. És utána a 17. versben szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Ugye ez az egyik, amit hangsúlyoz Jézus Krisztus ebben az imádságban, hogy akikért ő imádkozik, azok az igét követik. Az Isten igéjét, az Isten beszédét. Akikért ő imádkozik, azoknak odaadta az ő beszédét, mert az ige által lesz valaki hívő. Az ige által lesz valaki Krisztus követője. Az ige az, ami megszólít bennünket, és nem csak megszólít bennünket, és nem csak elmondja, hogy milyen életet éljünk, hanem az ige által meg is tisztulhatunk. Az igében hatalom van, azt mondja másik helyen is az írás, hogy élő és ható, olyan, mint a kétélű fegyver. És nem csak megítéli a gondolatainkat és a szív indulatait, hanem új életet tud teremteni. Újjá szül. Ugye Péter apostol levelében ezt olvassuk. Akik újonnan születtetek, ugye az Isten igéje által. Tehát az Isten igéje élővé lehet a mi életünkben. Az Isten igéje Jézus Krisztust magát mutatja be, és őt képviseli. Akkor, hogyha valóban úgy fogadjuk.
A másik, amivel itt találkozunk ebben az imádságban, amit szintén hangsúlyoz Krisztus, és többféleképpen is visszatér rá, az övéi és a világ viszonya. Ugye azt mondja a Krisztus, hogy nem ebből a világból valók. Sőt, ugye ezt is említi, hogy én nem e világért könyörgök, hanem azokért, akik, ugye, akiket nekem ebből a világból nekem adtál. Nem e világból valók, utána azt mondja, hogy ez a világ gyűlöli őket, azután azt mondja, hogy őrizd meg őket ebben a világban, a gonosztól, és utána pedig azt kéri, hogy amiképpen te küldtél engem a világra, úgy küldöm őket én is a világra. Tehát ez is újra meg újra szerepel Jézus Krisztus imádságában, és végül pedig, amit ugye a 21. versben olvastunk, azért könyörök, hogy azok, akiket így az Atya néki adott, azok egyek legyenek, hogy be tudják tölteni a küldetésüket. Tehát nézzük meg akkor kicsit részletesebben ezeket a kéréseket, ezeket az igéket. Talán kezdjük azzal, hiszen ugye a Bibliában van egy ilyen kifejezés, egy ilyen szó, amit egyháznak fordít a mi Bibliánk, ami itt így nem szerepel, de mégis áttételesen igen. Ez mit is jelent? Az eklézia. Ugye többen biztosan tudják, hogy azt jelenti, hogy kihívottak. Tehát Jézus Krisztus itt a kihívottakért imádkozik. Hiszen azt mondja, hogy akiket e világból nékem adtál, akik nem ebből a világból valók, itt így fogalmazza meg azt, hogy kik az övéi, kik az ő népének a tagjai, kik az eklézia. Kihívta őket ebből a világból. Én azt hiszem, hogy ez az első nagy kérdés mindannyiunk számára, mert hiszen akkor vonatkozik ránk is Krisztusnak ez az imádsága, hogy elszakadtunk ettől a világtól. De Jézus azt mondja, hogy nem ebből a világból valók. Ebből a világból nekem adtad őket. Kihívottak közössége, akiket ő ebből a világból kihívott. Mi elszakadtunk ettől a világtól. Ugyanis csak akkor tud bennünket küldeni ebbe a világba. Ugye ez nagyon sokszor volt kérdés, és a mai napig is kérdés, hogy most akkor ez ugye hogyan? Hogyan éljünk mi ebben a világban, hogyha elszakadunk tőle? És hát akkor nem kell annyira elszakadni tőle, mert hát ugye küldetésünk van. Itt elég egyértelművé teszi Krisztus, hogy miről van szó. Küldetésünk van, a küldetésünk csak úgy teljesíthető, ha elszakadunk ettől a világtól. Tehát ez nyilvánvaló Jézusnak ebből az imádságából. Hogyan kell nekünk elszakadni ebből a világból, vagy ettől a világtól? Hogyan kell nekünk szakítani ezzel a világgal? Hiszen más igék is beszélnek erről, hogy aki ezt a világot szereti, ugye János apostol levelében olvassuk, abban nincs meg az Atya szeretete. Vagy Jakab apostol azt írja, hogy aki a világ barátja akar lenni, még keményebb, az Isten ellenségévé lesz. Ilyen nagyon érdekes kijelentések ezek, hiszen hát miről beszélhet? Nem arról, hogy a világban lévő emberekkel kell nekünk akkor szakítani? Nyilvánvalóan nem. Hiszen úgy szerette Isten is ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Akkor miért hangsúlyozza ezt, hogy nem ebből a világból valók, és mi az, amitől el kell szakadnunk? A János első levele második fejezetéből ezt a két verset olvassuk is el, ami ezt egyértelműsíti. János első levele második fejezetének a 15. és 16. versét, ahol ezt mondja az apostol: ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból. Ugye itt is egyértelmű, hogy nem a világban lévő emberekről beszél. Nem azt mondja, hogy ne szeressétek azokat, akik a világban vannak, hanem azokat, amik. És a 16. vers részletezi, hogy a test kívánsága és a szemek kívánsága és az élet kérkedése.
Nagyon röviden foglalja össze, de én azt hiszem, hogy ebben úgy nagyjából minden benne van, nem? Ami a világon keresztül, ugye nyilván melyik világról van szó, aminek Sátán a fejedelme. Tehát így is mondhatnánk, hogy Sátántól szakadjunk el. Így talán érthetőbb számunkra, igen, hogy Sátántól mi el akarunk szakadni, szóval ővele semmi közösséget nem akarunk ápolni, de mégis ezen a világon keresztül Sátán olyan módon próbál bennünket befolyásolni, hogy nem is gondolunk arra, hogy ez tőle származik, a nagy ellenségtől. Tehát ezt mondja a test kívánsága és a szemek kívánsága és az élet kérkedése. Test kívánsága. Ebben nyilvánvalóan több minden benne van. Nem mindannyian ugyanarra kísértettünk meg, de nincs közöttünk olyan ember, aki a test kívánságain keresztül nem lenne megkísérthető. Ez azért mondom ki ilyen nyugodtan és határozottan, mert Jézust is meg tudta kísérteni Sátán. Igaz, hogy 40 nap után, igaz, hogy majdnem éhen halt már, akkor tudta megkísérteni azzal, hogy ha az Isten fia vagy, akkor ugye változtasd a köveket kenyerekké. De Jézus akkor se engedett neki. A test kívánsága volt ez is, de őt különben nem tudta volna a test kívánságaival kísérteni. Csak olyan helyzetbe került akkor Krisztus már, amikor már támadható volt. Nekünk nem kell 40 napig éhezni. Ahhoz, hogy a test kívánságaival meg tudjon bennünket kísérteni Sátán. És hogyha egy kicsit körül járjuk, most nem akarom a test kívánságaim belül az összes problémát föl sorolni, de azt hiszem mindannyian tudjuk, hogy mi minden tartozik ide bele. Rengeteg dolog, nem csak az evés, ivás, az étvágy, rengeteg dolog ide tartozik a test kívánságai közé. A kényelem szeretetünk is. Hogy most éppen nekem mi lenne a jobb, meg kényelmesebb, vagy nyugodtabb helyzet, ez is a test kívánságai közé tartozik. És még sorolhatnánk egyéb testi kívánságokat is. Szóval itt nagyon sok minden van, hogy mondjam, a Sátánnak nagyon nagy az eszköztára. És mi nagyon védtelenek vagyunk vele szemben, emberileg, és kiszolgáltatottak ebben a világban. Nem tudom, ki mennyire tapasztalja ezt. Hogy tényleg szinte úgy érezzük, hogy itt mi emberileg semmit, tehát szinte semmit nem tehetünk vele szemben, mert annyira észre se vesszük sokszor, már benne vagyunk. Egyetlen védelmünk van csak. Tehát valóban egyetlen védelmünk van, és Isten föl is kínálja az egész fegyver arzenált, azt mondja, vegyétek fel Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok. Tehát ő az egyedüli védelmünk, és hogyha mi valóban nem akarunk ehhez a világhoz tartozni. Na de ha nem akarunk, attól még a Sátán jön a test kívánságain keresztül, a szemek kívánságai, ez is érdekes, hogy ezt külön megemlíti, hogy igen, hát még ha különben nem is gondolnám azt, hogy szükségem van rá. Na de éppen, hát miért ne? Most ezt látom meg, azt látom meg. Nem akarok itt sok mindent felsorolni, de ugye tudjuk, hogy mondjuk a reklámszakemberek nagyon is kihasználják ezt, hogy csak egy pillanatig bevillantanak valamit, az ember sokszor még észre se veszi, de az agya már rögzítette. És a szemek kívánságain keresztül, a látványon keresztül az emberben azt a képzetet kelti, hogy neked erre szükséged van. Nyilván itt nem csak reklámokról van szó, kilépünk az utcára, vagy nem kell kilépnünk az utcára. Sajnos azt mondhatjuk, hogy nem kell kilépnünk az utcára, bekapcsoljuk az internetet, és már is a szemek kívánságai, ha akarjuk, ha nem, támad bennünket az ellenség. És ugye a harmadik, amit itt mond az élet kérkedése, ugye ez megint csak egy nagyon találó megfogalmazás, és talán soha nem volt ilyen mértékű az élet kérkedése, mint a mi világunkban most. És nagyon találó megfogalmazás is, az élet kérkedése. Mert itt már nem csak szükségletekről van szó, sőt, elsősorban nem a szükségletekről van szó az embereknél, hanem már tényleg az élet kérkedése. Már csak azért, mert a többi, mert a másik, mert egymáshoz hasonlítgatják magukat az emberek. Azért elégedetlenek, azért aggodalmaskodnak, azért irigykednek. Az élet kérkedése. És
hogyha itt önvizsgálatot tartunk, akkor tényleg azt mondhatjuk, hogy bizony van miért imádkozni a Krisztusnak. Van miért imádkozni a mostani népéért is, sőt, most még inkább. Hogy Szent Atyám, tartsd meg őket ebben a világban. Őrizd meg őket ebben a világban, mert nem ebből a világból valók. Most ez egy nagy kérdőjel, ezt mindannyiunknak, magunknak kell eldönteni, hogy ebből a világból valók vagyunk, vagy nem. Mert ha csak vonz bennünket néhány dolog, és én azonnal ugye visszarettenek, és azt mondom, hogy de Uram, én ezt szívemből gyűlölöm, és nem akarom, akkor nem vagyok ebből a világból való. De amikor ez minden nap ott van, és én azt szeretném tenni, csak tudom, hogy az Isten nem akarja megengedni. Tudom, hogy ismerjük ezt a hozzáállást a Bibliából, akkor már nagyon veszélyes úton járunk. Ugye ez a Bálám útja volt, aki hát az Isten prófétájaként indult el egy olyan útra, amit az Isten ellenzett. És ott is a bizonyos kívánságok hajtották, hogy megkapja azt a jutalmat. Mire Isten azt mondta, hogy ne tedd. És az Isten nem akarta megengedni neki. Őt viszont annyira vonzotta, hogy mégiscsak megtette. Tehát akkor már nagyon veszélyes területen járunk, amikor már megengedjük, hogy ekkora legyen a világ vonzása, akár a testkívánsága, a szemek kívánsága, itt legyen akár kényelem, vagy pénz, anyagiak, vagy bármi más, ami bennünket befolyásol. Tehát akkor tényleg nagyon komolyan oda kell fordulnunk a Jóistenhez, hogy most, Uram, segíts és szakíts el engem ettől a világtól, és ennek a kívánságaitól. Majd még visszatérünk a világhoz való viszonyuláshoz, de most nézzük meg, hogy miért tartja annyira fontosnak Jézus azt, hogy az igét hangsúlyozza. Hát éppen a világhoz való viszonyulásunk szempontjából is fontos. Mi által erősödhetünk meg naponta? Mikor elindulunk ebbe a világba? Mert hát itt élünk, itt dolgozunk, itt tanulunk, ki mit tesz ebben a világban. Sőt, még ha otthon vagyunk, akkor is ebben a világban élünk. Emberekkel vagyunk kapcsolatban. És mi az, ami bennünket megtarthat a Krisztussal való közösségben? Azt mondja Jézus, hogy én az te igéidet nékik adtam. Azután, amiért könyörök, hogy szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Itt is szükség van némi önvizsgálatra mindannyiunknak. Akik már néhány évtizede ismerik az Isten igéjét, vagy az ismerni, azt lehet, hogy idézőjelbe kell tenni. Tehát kezükben van az Isten igéje, vagy kezünkben van. Mit mondhatunk arra vonatkozóan, hogy mennyire szentelte meg az életünket? Mert hiszen Jézus itt azt mondja, hogy az igének ez az egyik és legfőbb célja. Hogy a szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Az Isten igéjének az igazsága évtizedek alatt mennyire szentelt meg bennünket? Most azokat kérdezem, akik évtizedek óta már forgatják a Bibliát. És ha esetleg nem látszik az, hogy megszentelte volna az életünket, akkor az Isten igéjében van a hiba. Hogyan szentel meg az ige? Tehát úgy, hogy van egy Bibliám, és az ott van a polcon, úgy így nyilván mindannyian tudjuk, hogy úgy nem. Még akkor se, hogyha naponta többször megsimogatom, letörlöm a port róla is, vagy ránézek, akkor se. És még akkor se, ha kinyitom és elolvasom. Nagyon sok esetben akkor se. Nem tudom, hogy volt-e már ilyen tapasztalatotok, nekem sajnos több is, hogy elolvastam az igét, már 10 perc múlva nem tudtam, hogy mit olvastam reggel. Volt már ilyen veletek? Hát így megszentelhet az ige? Akkor az hova lett? Ugye Jézus beszél erről is, hogy jönnek a madarak és elkapdossák. Ott volt a mag, most már nincs ott. Vagy kinőnek a gazok és tövisek, és elfogyják az igét. Megengedjük, hogy más, fontosabb dolog lekössön, lefoglaljon bennünket, és már is kiesett. Kiesett a gondolatunkból, hogy Isten viszont mit akar tőlem?
mit üzent nekem? Azt mondta Jézus a zsidó nép lelki vezetőinek, pedig ismerték az írásokat, sőt, még mondta is Jézus, hogy ti ugye azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek, és azt mondja nekik egy másik alkalommal, hogy az Isten igéje sincs maradandóan bennetek. Melyik az a szó, amit megjegyeznénk ebből? Maradandóan, ugye? Maradandóan. Az Isten igéje nincs maradandóan bennetek. Elmondhatná ezt nekünk is? Az Isten igéje nincs maradandóan bennetek. Sajnos ez igaz. Ránk nézve is. Mert ha maradandóan bennünk lenne, akkor az hatna ránk. Hogyan? Itt azt mondja Jézus, hogy szenteld meg őket a te igazságoddal. Ez nem, ugye mindannyian érezzük, tudjuk, hogy ez nem valami automatikus dolog, hogy majd attól én szent vagyok, hogy olvasom a Bibliát. Megszentelni csak azt tud, akkor tud, hogyha az valóban az életemmé válik. Hogyha át tud formálni engem, a gondolkodásomat, a vágyaimat át tudja formálni. Az egész életemet irányítani tudja. Csak akkor mondhatjuk azt, hogy az ige megszentel. Tehát akkor jegyezzük meg ezt, hogy az Isten igéje sincs maradandóan bennetek. Ez volt a probléma a zsidó írástudóknál. Nem az, hogy nem értették és nem ismerték. Bizonyos dolgokat ugyan félre is értettek, de a legfontosabb dolog ez volt, hogy nem marad bennük. Hogy nem engedték, hogy az Isten igéje átformálja őket. Ők nagyon jól tudták, hogy az Isten igéje hogy vonatkozik X-re és Y-ra. Főleg Jézusra is tudták, hogy mi vonatkozik és mi nem, meg a többiekre is. De az ő életüket nem formálta át az ige. Tehát amikor Jézus ezért imádkozik, itt értsük jól, nem a Bibliáról, mint könyvről van szó, hanem a benne lévő igéről, amiben élet van. Arról az igéről, ami által Jézus Krisztus személye jöhet a mi életünkbe, és lehet jelen az életünkben. És ezért kéri újra és újra ezt Jézus az atyától, hogy az igéd által. Az igéd által tisztuljanak meg és szentelődjenek meg a tiéd. És ugye itt újra visszatér a világhoz való viszonyulásunkhoz. Hogyha az Isten igéje által megszentelődik az életünk, akkor mivel kell számolnunk a világgal kapcsolatban? Olyan kellemes lesz a viszony a világ és mi közöttünk, ugye? Hogy elismernek, hogy milyen jó keresztény vagyok, és úgy megbecsülnek, és mindenki számára hát egy ugye, tekintélyt tudunk kivívni. Ezt mondja Jézus. Hogyha az ige által megszentelt életünk lesz, akkor számítsunk valamire. Azt mondja Jézus, hogy a világ gyűlölte őket. Ugye ezt több helyen is olvashatjuk az igében, hogy fel akarta készíteni a tanítványait is erre Jézus, hogy mire számítsanak. Ne számítsanak arra, hogy népszerűek lesznek. Ugye ők ezt gondolták, mert hát Jézust akkora tömeg követte, hogy ugye örültek is annak, mikor királlyá akarták tenni Jézust, tehát ők is benne lettek volna. És Jézus próbálta velük megértetni, hogy ez nem így lesz. És most is csak ezért jönnek, csak a kenyerek miatt. Csak az áldások miatt, csak a gyógyulások miatt. De amikor már elmondta a keményebb beszédét Jézus, akkor bizony még a 70 tanítvány közül is sokan otthagyták őt. Ugye odafordult a 12-höz, hogy vajon ti is el akartok menni? Tehát ezért próbálta tanítványait is Jézus felkészíteni, hogy mi vár rájuk. Azt mondta nekik, hogy ha engem gyűlöltek, ti engem követtek, ugye? Ha engem gyűlöltek, akkor titeket is gyűlölnek majd. De ha az én beszédeimet megtartották, voltak olyanok is, vannak olyanok is, akkor majd a tiéteket is megtartják. Lesznek olyanok. De minden esetre ezt próbálta a tudatukba vésni, hogy ne számítsanak földi elismerésre, tekintélyre, amit ki tudnak vívni a tömegek előtt. Tehát, hogyha az ige által megszentelt életet élünk, akkor ezen ne csodálkozzunk. Viszont van egy kérdés azért, manapság főleg, hogy
azért hosszú időn keresztül az igazi kereszténység üldözött volt. Ezt látjuk a történelemből. Bizonyos területeken, tehát világnak bizonyos területein most is vannak üldözött keresztények. Ugye erről is tudunk, nap mint nap olvasunk róla, hogy fejeznek le keresztényeket, különösen az arab világban. De ott ugye ez egy fanatikus vallási üldözés. De most, ha azt nézzük, hogy a világ, tehát itt amúgy a világban élő keresztények szenvednek-e el üldöztetést, akkor mit mondhatunk? Nem nagyon tapasztaljuk ezt. Ugye Ellen White is felveti ezt a kérdést a Nagy Küzdelem vagy Korszakok Nyomában című könyvben, hogy vajon minek köszönhető ez, hogy az üldözés tüze az most ugye már elcsitult. A világ változott meg jó irányban, most már azért türelmesebbek, kedvesebb lett a hívő emberekhez, a sátán gondolta meg magát, vagy különben ez egy olyan kérdés, tehát hogy sátán meggondolta magát, ez lehetséges. Mármint olyan vonatkozásban, hogy az első keresztény korszakban is megpróbálta a keresztényeket üldöztetéssel megsemmisíteni, és amikor azt látta, hogy nem válik be, akkor mi következett? Egy másik módszer. Tehát ezért mondom, hogy ilyen lehetséges. Ha sátán azt látja, hogy egy másik módszerrel jobban sikerül a keresztényeket, hogy mondjam, a maga oldalára állítani, akkor megmarad annál. Én azt hiszem, hogy most ebben a korszakban tartunk. Amikor a világ barátságával sikerül sátánnak a hívőket is a maga oldalára állítani, és nem kell különösebben üldöznie. És ott ugye azt írja Ellen White, hogy ha feltámad az első keresztények hite és buzgósága, akkor azonnal az üldözés is megindul. Most ezt nem azért mondom, hogy ugye erre ezután vágyakozzunk, hogy minél előbb üldözzenek bennünket, mert nyilván ez senkinek nem óhaja. De ez együtt jár a Biblia szerint. Együtt jár. Tehát az Istennek odaszentelt élet és buzgóság együtt jár azzal, hogy fölkelti, fölébreszti sátánnak a támadásait. Mondom, most egyelőre még másfajta támadásokkal kell, hogy szembenézünk, és úgy tűnik, hogy mintha ez sikeres is lenne. Hiszen ezt látjuk a kereszténységben, hogy már nagyon nehéz különbséget tenni a között, hogy világ vagy egyházban van éppen az ember, hogy az az illető éppen hogy gondolkodik, hogy viselkedik, hogy most tényleg hívő, nem is gondoltam volna róla. Tehát ezt ugye az emberek sokszor mondják, és mondhatják is, mert ezt tapasztalják. De ugye ezzel mindannyiunknak számolnunk kell, és a végidejére vonatkozóan is mit mond a Biblia, hogy majd az Isten népe, az Isten egyháza az egy nagyon, hogy mondjam, megbecsült és emberek által sokra tartott közösség lesz, és mindenki tisztelni, szeretni fogja, vagy pedig, hogy gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. Ez se jó hallani és olvasni, de én ilyenkor Apostolok cselekedetei című könyvvel vigasztalom magamat, hiszen hogyha elolvassuk ezt a könyvet, ugye az igazi kereszténységet ismerjehetjük meg elsősorban, ugye gyakorlati módon. Másrészt, miről olvasunk? Már ugye a 4.-5. fejezettől kezdve, szinte végig, üldözték őket. És ez marad meg bennünk Apostolok cselekedeteiből, hogy de szörnyű. Hát ez egy borzalom, hát ez egy krimi. Ugye nem ez marad meg bennünk, hanem ott él azért minden hívőben egy vágy, hogy azért de szeretnék olyan lenni, mint Pál apostol, amikor ott igaz, hogy megverték előtte, igaz, hogy nem tudta, hogy kiszabadul a börtönből, de tudott dicséretet énekelni a Filippi börtönben Silással együtt. Nem szeretnénk olyan hívőkké válni? Vagy amikor megkövezték és majdnem meghalt, kihúzták a városon kívülre és magához tért, akkor nem úgy ment vissza Antiókiába, hogy na testvérek, ennyi volt, én majdnem meghaltam, legközelebb küldjetek mást. Olvassuk csak el. Miről számoltak be első térítő útjukról visszatérve? Hogy milyen csodákat cselekedett az Isten? És hogy utat nyitott az evangéliumnak? Hát az, hogy mellékesen megkövezték és majdnem meghalt, ez tényleg mellékes volt az ő számukra. Tehát nem szeretnénk ilyen keresztényekké válni?
akkor ne féljünk attól, hogy a világ gyűlölni fog. Higgyük el, a világ csak akkor fog gyűlölni, amikor már igazi keresztények vagyunk, de akkor meg már nem bánt bennünket ez. Akkor már nem fogunk rettegni és félni ettől. És mindezek után mondja azt Krisztus, ugye visszatérve, tehát János Evangélium 17. fejezetében, hogy egy bizonyos küldetése van az ő tanítványainak, tehát most értsük magunkra is, hogyha mi is az ő tanítványai vagyunk. A 18. versben, amiképpen te küldtél engem a világra, úgy küldtem én is őket a világra. Hát nagyon egyszerű és rövid Jézusnak ez a kijelentése, de tulajdonképpen akkor miről szól? Jézus küldetését kell folytatnunk. Egyszerű. Ahogyan Jézus hirdette az evangéliumot, ahogyan Jézus fordult az emberekhez, gyógyított és tanított, ugyanúgy kell nekünk is. Nyilván nem arra vonatkozik, ami az utolsó élete utolsó tette volt, hogy megváltott bennünket, hanem arra a szolgálatra, amit addig végzett. Tehát, hogy küldhessen bennünket ebbe a világba, ugye ennek milyen feltételei vannak, láttuk az előzőekben. Az egyik feltétele az, hogy mi ne legyünk ebből a világból valók. Hát ha ebből a világból valók vagyunk, akkor hogy akarunk megmenteni másokat ebből a világból? Ugye érezzük, hogy ez nem is logikus. Akkor nem tudunk megmenteni másokat a világból. Ez az egyik dolog, ami miatt nem ebből a világból való kell, hogy legyünk. A másik pedig, hogy ne legyen ott annak a veszélye, hogy most én elmegyek a világba, a világban élő emberek közé, és én is át fogom venni az ő szokásaikat. Most egy kicsit kirívó példát mondok, mert valószínű ez nem vonatkozik egyikünkre se. Valaki, aki hát nem túl régóta járt így a közösségbe, és nagy buzgóság volt benne, azelőtt másfajta közösségbe járt, ahol rendszeresen sörözgettek, és a többi. És azt mondta, hogy ő el fog menni közéjük, és viszi az örömüzenetet. Hát mondtam neki, hogy azért legyél csak óvatos, mert nem régen még te is ott sörözgettél velük, és mondom, hát azért nézd, egy olyan környezet, meg egy olyan társaság nagyon könnyen elvihet. Ó, hát engem nem. Engem már nem. És hát elment közéjük, és legközelebb mondta, hogy hát azt mondja, most megvallom, hogy igazad volt. Elmentem közéjük, és egyszer csak azt vettem észre, hogy előttem is ott van a korsósör. Tehát szinte észrevétlenül már is ott volt, ugyanabban a közegben, ugyanazok között, az emberek között, és ugyanazt csinálta, mint a többiek. Tehát van egy ilyen veszélye is, hogyha az ember még nem erősödött meg igazán Krisztus követésében, és nem szakadt el valóban teljesen attól a világtól, akkor megvan ez a veszély is, hogy ő maga is olyanná lesz. Tehát gondoljunk erre, hogy csak olyanokat küldhet Krisztus ebbe a világba valóban, akik nem ebből a világból valók, és olyanokat, akik megszenteltek az igazság által. Ez azt is jelenti, hogy mivel az igazság, az Isten igéje, az ugye Krisztust képviseli, hogy úgy fognak tekinteni az emberekre, ahogyan Krisztus. Amikor Krisztus elment a vámszedők lakomájára, azt hiszem mindannyian el tudjuk gondolni, hogy nem azért ment el, hogy ő ott kikapcsolódjon egy kicsit. Tehát Jézus nem azért ment el oda, hogy de jó, most végre elengedhetem magam, és egy kicsit én is ott lazíthatok a vámszedőkkel együtt. Tehát nem ezért ment el. Azért ment el, hogy megmentse őket. Azért ment el, mert betegeknek tudta őket, és ő tudott gyógymódot a betegségükre. Ugyanakkor ő nem úgy kezelte őket, mint mások. Megmentendő, értékes embereknek tartotta őket. Tehát ez a másik véglet és veszély akkor se tud bennünket küldeni Krisztus az emberek közé, hogyha mi úgy megyünk oda, hogy jaj, hát hozzám ne érjen, mert hát micsoda életet él ez az ember. Ugye Jézus megengedte, hogy a parázna asszony nem csak hozzáérjen, hanem megmossa a lábait, hogy megkenje azzal a elég átható illatú valamivel,
el tudjuk képzelni, hogy milyen lehetett, akkor se így szokták használni, manapság se az illatszereket. Tehát Jézusnak nem volt az nagyon kellemes, amikor Mária Magdolna megkente azzal a nagyon tömény illatszerrel. De nem azt nézte, hanem mit? Azt a szándékot, ami a szívében volt. Tehát, hogy küldeni tudjon bennünket Krisztus az emberek közé, ahhoz nekünk Krisztusévá kellene válnunk. Megszenteltek ki az igazságban. Másképp nem tudunk segíteni az embereknek. Mehetünk nagy buzgósággal, mentek az akkori zsidók is, ugye Jézus korában. Ugye azt mondta nekik, hogy megkerülitek a tengert és ugye a földet, hogy egy pogány zsidóvá tegyetek. És ez is egy kérdés, hogy mivé kell tennünk az embereket. Mit mondott Jézus a tanítványoknak? Menjetek el, és tegyetek adventistává minden. Mindenkit, nem? Menjetek el, és tegyetek tanítványokká mindenkit. Tanítványokká. Ha Krisztus tanítványai vagyunk, akkor tudunk Krisztushoz vezetni embereket. Krisztus tanítványaivá tenni. Adventistává könnyebb. Higgyük el. Megmondom, hogy ide gyere, itt micsoda rendes emberek vannak, ide gyere, itt jól érez jól magad, stb. Ezt és ezt kell megtened, jó, hát ezek hozzá tartoznak a mi dolgainkhoz. Krisztust mutassuk be az embereknek, és Krisztushoz vezessük őket. És akkor majd az Isten népének is a tagjai lesznek, mert Krisztus követik. És ez törvényszerű. Tehát azt hiszem, értjük mindannyian, hogy itt miről van szó, hogy Krisztus önmaga helyett akar küldeni bennünket erre a világra. Nem azért, hogy zsidóvá tegyük most, úgy mondjam, az embereket, hanem azért, hogy tanítvánnyá tegyük őket. Azért, hogy ő hozzá vezessük őket. És ez, ahogy említettem az előbb is, csak akkor lehetséges, ha nem e világból valók vagyunk, csak akkor lehetséges, hogyha az ige által megszentelt életet élünk. Tehát elsősorban, ha fel akarunk készülni az evangelizációra, az evangélium képviselésére, az evangélium hirdetésére, akkor hogyan kell felkészülnünk? Látjuk, milyen úton. Ő benne megerősödve és Krisztus lelkületével tudjuk csak megtenni azt, amire, ahová ő küld bennünket. És ugye a végén hangzik el Krisztusnak ez az imája, ugye, amit sokan, hogy mondjam, az elejére tesznek, vagy környezetéből kiragadva olvasnak, hogy mindnyájan egyek legyenek, amint te én bennem, Atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. De miről beszél, miért imádkozik Krisztus? Hogy az övéi, akik nem e világból valók, akiket az ige megszentel, egyek legyenek. Milyen egységről van itt szó? Ugye ezt is látjuk, én még a következőket el sem olvastam. A 23. versben azt mondja, hogy tökéletesen egyé legyenek. Tehát elég egyértelművé teszi, mint ahogy több helyen is tapasztalhatjuk, hogy Jézus tesz különbséget így dolgok között, hogy például azt mondja, hogy én az én békességemet adom nektek, nem úgy adom, ahogyan a világ adja. Ezt miért mondja Jézus? Minden ember vágyik a békességre. De milyen fajta békességre? Vagyis hogy képzelik el? Hát úgy, hogy engem ne bántson senki. Mindenki szeressen. Egy ilyen békességre. És Jézus azt mondja, hogy én nem így adom. Ez a világ a békesség. És ennek nagyon hamar vége lesz. Én úgy adom az én békességemet, hogy az független a körülményektől. Az egy belső békesség. És itt az egységre vonatkozóan is, mit mond Jézus? Ez egy másfajta egység, mint amit a világ annak nevez. Ez nem egy szövetség, nem egy összefogás, ez egy belső lelki egység. Azt mondja, hogy ahogyan te én bennem, Atyám, és én te benned, hogy úgy egyek legyenek. Ez az egység ezek szerint hogyan jön létre? Itt is szükségesek az előzőek. Tehát azok között, akik nem a világból valók. Azok között, akiket az ige megszentel. Azok között, akik ugyanazt a küldetést végzik, amire Krisztus küldi el őket. Azok között ez az egység megvalósul. Jézus imája meghallgattatik. Ebben biztosak lehetünk. Jézus azt is mondja,
János Evangélium a 10. fejezetében, azt hiszem ezt is ismerjük mindannyian, amikor a jó pásztorról szól, és azt mondja, hogy az én juhaim hallják az én szómat, és azt mondja, hogy nekem vannak más juhaim is, amik nem ebből az akolból valók, azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak az én szómra, és lesz egy nyáj és egy pásztor, vagy helyesebb fordításban idézzem. Tehát azt mondja Jézus, hogy lesz egy ilyen egység, hogy összetudja gyűjteni mindazokat, akik az ő nyája. Engem nagyon sok esetben erősítettek meg ezek az igék, és nem csak ez, hanem amit utána is mond, hogy talán ezt is idézném, tehát János Evangélium a 10. fejezetéből, a 28.-29. vers. És én örök életet adok nékik, és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből. Az én atyám, aki azokat adta nékem, nagyobb mindeneknél, és senki sem ragadhatja ki azokat az én atyámnak kezéből. Gondolkodtam rajta, hogy miért ismétli ezt meg Jézus, még ugye, hogy senki nem ragadhatja ki az én kezembe, utána azt mondja, hogy az én atyám pedig nagyobb mindeneknél, és az ő kezéből sem. Szinte mintha azt mondhatná, hogy itt dupla biztosíték van, ne féljetek. Az én juhaimat én meg fogom tartani, senki ki nem ragadhatja az én kezemből, és ha netán még biztosíték kellene, az én mennyei atyám is ott van, az ő kezéből sem. És éppen az elmúlt időszakban kaptam ilyen megerősítést jó néhány helyről, hogy olyanok, akik nem évek, évtizedek óta eltávolodtak a Jóistentől. Évtizedek óta már. Hogy olyanokról hallok, vagy olyanoktól, maguktól, hogy visszataláltunk. Nem is egy ilyet, most nem akarom részleteiben elmondani, de nagy örömöt okozott. Szóval olyan, akik valamikor Krisztus követői voltak, aztán kimentek a nagy világba. Ugye látjuk, hogy a világnak elég nagy a hatalma, a sátának elég nagy a hatalma ehhez, de mégis kinek van nagyobb hatalma nála? Ugye a jó pásztornak. Azt mondja, hogy senki ki nem ragadhatja őket az én kezemből. Tehát azok, akik őszintén hisznek Krisztusban, még ha el is tévejednek tőle, még ha elég nagy kanyarokat tesznek is az életben, de előbb-utóbb a jó pásztor utánuk megy, és visszaszerzi őket az ellenség kezéből. Ebben bízhatunk. Tehát higgyünk benne, hogy ő, aki imádkozik értünk, értünk is. Imádkozik azért, hogy a küldetésünket be tudjuk tölteni, imádkozik azért, hogy még hitelesek is legyünk, hiszen azt mondja, mikor azt mondja, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem, itt erről van szó, nem? Hogy hitelesek legyünk. Mert akkor leszünk hitelesek a világ szemében, hogyha ide jönnek be emberek, hogy itt valóban egy eddig nem tapasztalt lelki egységet lát. Nem tudom, hogy itt mi a helyzet, hogy tényleg ezt tapasztalják az emberek, ha ide bejönnek, de ezt mondja, hogy ez hitelesíti az üzenet hirdetését, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Hogyha ide emberek bejönnek, akkor egy olyan lelki egységet fog tapasztalni, amit a világban nem láthat. A világban ilyen klubot, olyan klubot, amolyan csapatot, ahol jól érzik egymással az emberek, sok van ilyen. De olyan, ahol lelki egység lenne, ahol tényleg ezt tapasztalnák az emberek, olyat nem nagyon. Csak hadd utaljak egy kis mozzanatra, ilyen életmód klubot tartottunk több helyen, és egy olyan nem túl fiatal férfi is járt, és jött lelkesen ezekre az alkalmakra, és azt mondja, hogy ő megfigyelte, hogy ez egy összetartó csapat. Itt valami kell, hogy legyen e mögött. Aztán tartottuk a gyülekezeti házban is már a életmódklubot. Na, mondtam én, hogy ez egy összetartó csapat, hogy itt valami más is van. Itt nem csak életmódról van szó. Úgyhogy annyira, hogy már ott reklámozta a városban, hogy na, itt van egy csapat, nem is tudom már, hogy fogalmazta meg, hát nem úgy, ahogy mi szoktunk. Még le is fényképezte, hogy ezt a csapatot ő hadd fényképezze le.
Tehát amikor az emberek úgy ráéreznek, hogy itt több van, itt nem csak annyi van, hogy tudom én, valakik együtt dolgoznak, hanem valami más is összetartja őket. Vagy másik esetben is, tehát vannak, akik azóta megkeresztelkedtek, de úgy, hogy tényleg így lesték ki, hogy kik is ezek. Igen, valami kapcsolat van köztük, és nem is, nem csak annyi van, és még több, és utána nyomoztak, és utána kutattak, és rájöttek, hogy igen, van egy lelki kapcsolat és lelki közösség. Ez még nem, ez még távolról se az, amiért Jézus imádkozott. Ez még ezután fog megvalósulni. Én hiszek benne, hogy megvalósul. Jézus imáját biztos, hogy meghallgatja az Atya. Tehát ez az egység meg fog valósulni, ahogyan már egyszer megtörtént a történelemben. Ugye ott Pünköst táján, és valóban egy lelki egység jött létre azok között, akik Krisztus követői voltak. Az Isten lelke tudja munkálni az életünkben, és nyilvánvaló, hogy ahogyan említettem, Jézus imájának a többi kérése hátterén valósulhat csak meg. Hogy az ige által megszentel, hogy elszakít bennünket ettől a világtól, már amennyiben szeretnénk elszakadni. Megtart bennünket ebben a világban, küld bennünket ebbe a világba, és ebben a törekvésünkben egyé fog tenni bennünket. Adja meg az Úr mindannyiunknak, hogy hinni tudjunk ebben, imádkozzunk ezért, és küzdjünk azért, hogy ne az ellenfél győzzön, aki ebbe a világba próbál bennünket minden eszközével becsábítani. Itt még több mindent kihagytam ebből az ige hirdetésből, de esetleg még a megbeszélésem, vagy beszélgetés során beszélhetünk róla, mert nagyon sok aktuális dolog is van a világgal való kapcsolatunk terén is, az ige olvasás, az igével való megszentelés terén is, hogy ténylegesen hogyan történik az, hogy az Isten népe eljut-e odáig, hogy megszentelt életet élhessen. Hogy el tud-e jutni odáig, hogy Krisztushoz hasonló életet élhessen, hogy ebben a világban őt képviselje. Az ige azt mondja, hogy igen. Most az idő határunkban már nem fér bele az, hogy hogyan, de mi higgyünk abban, hogy Krisztus imádkozott érte, és ez be fog következni. Mi is törekedjünk rá, mi is imádkozzunk érte, és akkor higgyünk abban, hogy megvalósul az ő akarata szerint. Amen.